Mindenkit szeretettel köszöntök. Fermáta vegyeskar hangversenyén a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Zeneművészeti Intézetének Liszt termében. A Fermáta vegyeskar 2021 őszén jött létre. Elődje a koronavírus járvány során létrejött korona karantén kiberkamarakórus volt, amely a karantén időszakában online kórusvideókat készített, reagálva a közös éneklés hiányára. A Fermáta vegyeskar az itt elkezdett munkát viszi tovább. Az együttes célkitűzése az éneklés örömén túl a magyar kóruskultúra hagyományaira építve minél szélesebb repertoár és különböző stílusok megismerése, új utak kipróbálása, kísérletezés és más művészeti ágak bevonása. Emellett fontos célja, hogy egyfajta zenei műhelyként a kórus zenével foglalkozó tagjainak teret adjon egyéni elképzeléseik megvalósítására is. A kórus tagjai többségében a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának volt és jelenlegi hallgatói, de az együttes nyitott, bárki csatlakozhat hozzájuk. A kórus vezetői Szatmári Benedek és Zsbán Máté. Április 7-i koncertjük a Magyar Költészet napjához kapcsolódik, amit 1964 óta április 11-én József Attila születésnapján tartanak. A műsoron szereplő zeneművek a magyar költészet legkiemelkedőbb költőinek verseit dolgozzák föl, több mint 4 évszázad költeményeiből válogatva. A zene és az irodalom mellett a képzőművészet is megjelenik ezen az esten. A Pécsi Tudományegyetem művészeti karának grafikus hallgatói a versekre reflektáló, reagáló műveket hoztak létre, melyek mellettem leszek láthatók a koncert során. Mivel a kórus számára a közösség mellett az egyéni tehetségek közös kiaknázása is fontos, ezért a hangversenyen az együttesben éneklő szólisták is bemutatkoznak, illetve az egyik kórusművet egy kórustag vezényli majd. Az imént elhangzó nyitószám Babits Mihály, mint forró csontok a mágián című versére íródott. Szerzője Balási Szabolcs, pécsi zeneszerző, karnagy, zenepedagógus. A darabot Kotvász Zsófia előadásában hallhattuk, zongorán közreműködött Zsbán Máté. Azért is ez lett az est nyitó darabja, mert a vers is dal és előadó, szerző és szöveg viszonyáról szól. Nincs énekes, ha nincs mit énekelnie. De a dal vagy a vers sem létezik addig, amíg valaki elő nem adja, vagy el nem olvassa. A vers teológiai és bibliai motivumok segítségével ír a költészetről. Isteni tulajdonságokat tulajdonít a költészetnek, amely képes a költőt, az énekest, vagyis az embert feltámasztani, feléleszteni, újjászülni. Lobbanj föl, új dal, te mindenható! A versben megjelenő főnix szintén keresztény szimbólum is. A keresztény a megtéréssel meghal a bűnnek és feltámad Istennek, mondja Pál. De ez nem egy vallásos vers. A vallás motivumai itt a művészetre értendők. A nyugatos Babits verse az újító szellemi kortárs költészetről akar valamit mondani. Itt a dal, méghozzá az új dal szüli újra az énekest. A költészet, és természetesen minden művészet képes arra, hogy új embert hozzon létre, képes az embert bánatából kimozdítani, felemelni, talán jobbá tenni, de ehhez nyitottság kell, le kell győzni az újdonságtól való félelmet, és hagyni, hogy a dal, a költészet és a zene hasson az emberre. A következő blogban 3 kórusmű hangzik el. Balassi Bálint, Áldj meg minket Úristen kezdeti versére, Tillai Aurél, szintén pécsi zeneszerző és karnagy,
a PTL professzor emeritusza írt kórusművet. Balassi Bálint idejében gyakorlatilag minden magyarul írt vers énekvers volt, vagyis a verseket dallamokra írták, és elsősorban énekelve adták őket elő. Balassinak nem csak nótajelzése, de mintája is egy lengyel ének volt. Egy lengyel ének igéről igére és ugyanazon nótára olvasható a vers fölött. A 67. Zsoltár lengyel fordítását követi, persze meglehetős költői szabadságot megengedve magának. Balassi fordítása így végződik. Kiket bűntől megváltott egyszülött szent fiad. Nyilván ez nem szerepelt az eredeti Héber Zsoltárban, de szokás volt a 16. században, a reformáció idején, úgy fordítani a zsoltárokat, hogy a keresztény értelmezéseket is beleírták a szövegbe, hiszen a lényeg a hívők lelkiépülése volt. Később ez a lengyel dallam lecserélődött, és az egyházi énekeskönyvek más dallam adták ki az éneket, melynek szövege is késő módosult. A dallamcsere és a szöveg átírása is szokásos volt a korban. Az új dallam egyébként szintén egy régi protestáns dallam, a német Mihály Weisse dallama. És Tillai Aurél is ezt az egyházi éneklésben használt dallamot szólaltatja meg kórusművében. Tillai műve egyébként Balassi születésének 450. évfordulójára, vagyis 2004-ben írodott, de a mai napig még senki nem adta elő, vagyis ez lesz ennek a műnek az ősbemutatója. A második kórusmű Halmos László Bordal című műve, melyet Kazinczy Ferenc Bor mellett című versére írt. Kazinczy verse már nem dallamra íródott, Halmos László a Sárospataki Diák Melodiáriumból választott dallamot a vershez. Ami azért találó választás, mert Kazinczy is Sárospataki diák volt, és jól ismerte azokat a diákdalokat, melyeket a Melodiárium megőrzött. Kazinczy idejében meg kell különböztetnünk az irodalom kétféle rétegét. Volt a Kazinczy által is művelt fentebb stíl, a magas irodalom, a maga kiművelt formáival, gyakran antik mértékű, időmértékes verselésével, a másik réteg a közköltészet, a diákdalok, a ponyva kiadványok, a dalgyűjtemények, a szerelmi költészet és a bordalok vidéke. Ez a típusú közköltészet persze sokat utánozza a magas irodalom formáit, a retorikáját, sokszor parodizálja, kifordítja ezt. De ez vissza is hatott a magas irodalomra. Végül is Kazinczy verse is bordal, még ha négyes és negyedfeles troheusokból is állnak a sorai. Ráadásul ennek is megvan az antik mintája. Anakreon és az őt utánzó költők dalai, melyek szintén szerelmes énekek és bordalok, és amelyeket az ógörögő kiválóan tudó Kazinczy is jól ismerhetett. A vers valóban tipikus anakreoni helyzettel indul. A költő az élet rövidségén, az ifjúság elmúlásán mereng, és a borivással kívánja ezeket a gondokat elhajtani. Vagyis hát komoly számvetés helyett a borivást választja. A megzenésítés azért is érdekes, mert Halmos csak ezt az első strófát használta föl. A költemény további része, ami a kórusműből kimarad, már a szerelemről beszél, de annak sem éppen a plátói formájáról. Vagyis Halmos László feldolgozása megmarad egy igazi bordalnak. A blokk utolsó darabja Petőfi Sándor Egy barátom az ifjúság című verséből készült, négy szólamú zongora kísérettel ellátott vegyeskari feldolgozás, melyet Mihály András készített. A vers szintén az ifjúság elvesztését említi problémaként, de kicsit más gondolati szinten teszi ezt, mint Kazinczy bordala. A versben két ellentét szerepel. Az egyik szeretni és gyűlölni. Ezt emeli ki Mihály András kórusművének címe is. A másik az ifjúság és ellentéte nem az öregség, hanem a felnőttség, amely a versben csak az ifjúság hiányaként jelenik meg. Éppen ezért ez az egyetlen valódi ellentét a versben, ifjúság és az ifjúság hiánya. A szeretet és a gyűlölet valójában pártalkot, és mindkettő az ifjúsághoz tartozó kategória. A líraén azt mondja, hogy ha már elmúlik az ifjúság, legalább maradjon meg a képessége arra, hogy teljes szívből szeressen és gyűlöljön, vagyis az érzelmek romantikus áradását gondolja kívánatosnak egy olyan világban, ahol ez a felnőttek számára nem megengedett. Petőfi egyszerű, népies verselése szinte magától értetődővé teszi ezt a gondolati ívet, és ennek a gondolati ívnek felel meg Mihály András vidám,
indulószerű zenei feldolgozásai is. Tehát hallgassuk meg Tillai Aurél Áldj meg minket Úristen ős bemutatóját, Balassi Bálint versére, Halmos László Bordalát, Kazinci Ferenc versére, és Mihály András Szeretni és gyűlölni Petőfi Sándor versére. Előadja a Fermát Avegyeskar, zongorán közreműködik Nagy Orsolya, vezényel Zsbán Máté és Szatmári Benedek.
megszakhatunk. Következő dalokból álló blokkban Kadosa Pál szerzeményét fogja közre Nicolae Bretan két műve. Nicolae Bretan román-magyar operaénekes, rendező, zeneszerző, magyarosan használták rá a Bretan Miklós névalakot is. Bretan számos zongora kíséretes dalt írt klasszikus magyar szerzők verseire. Első darabja Vörös Marti versére íródott. Vörös Marti Mihály a Vén cigány című verse hangulatában és képi világában is csapongó rapszódia. A vershelyzet itt is a borivás, a sírva vigadás, amit már Vörös Marti korában is a magyar lélekhez illő lelkiállapotnak tartottak. De itt korán sem egy személyes szintről, az ifjúság elvesztéséről van szó, hanem egy egyetemesebb szintről, világégésről, pusztulásról. A versszakok többféle világértelmezést, gondolati hagyományt érintenek. A természeti képek mitológiai és bibliai képekkel kapcsolódnak össze. Egyszerre jelenik meg Prométeusz és Noé bárkája. A cigányzenész ebben a költeményben a költő metaforája. A költőnek ugyanaz a szerepe és a helyzete a társadalomban, a vers szerint, mint a cigányzenésznek, ugyanúgy kívülálló és lenézett, de mégis szükséges,
hisz nélküle nem tudnak semmit csinálni, se temetni, se lakodalmat tartani, se vigadni, se búslakodni. A költő, ahogyan a cigányzenész is, átérzi mindenki búját, baját, helyettünk énekli meg az érzéseinket. Bretán hatásos, nagyszabású dalfeldolgozást készített a versre, mely valóban megidézi az asztal mellett ülő, a cigányzenéjére nótázó férfi karakterét. Arany János Csendes dalok című két költeményéből az első zenésítette meg Kadosa Pál. Arany nem csak korának legkiválóbb verselője volt, de ő írta a legfontosabb verstani munkát is, amit még ma is idéznek a verstanászok. Arany szerint a magyaros, ütemhangsúlyos verselés eredete, a magyar népzene, és a versnek akkor lesz jó a ritmusa, ha egy elképzelt zenei dallam ritmusát követi. Elmondása szerint az ő fejében mindig valamilyen dallam ment, miközben írt, ezért olyan természetes és tökéletes verseinek ritmusa. Így aztán Kadosa Pálnak nem volt nehéz dolga Arany János versének megzenésítésekor, csak rá kellett találnia arra a ritmusra, ami Arany fejében is járhatott. A harmadik dalt ugyancsak Nikolaje Bretan írta. Egy kicsit ugrunk előre a magyar irodalom történetben. Kosztolányi Dezső Lámpafény című versében egy teljesen új költészeti világba érkeztünk. A modernség eljövetelét jelzi a lámpa metafora. A mitológiai, biblikus vagy akár természeti képeket felváltja a modern nagyváros mechanikusabb, technicizált tárgyi világa. Sőt, Kosztolányi kifejezetten azonosítja a mitológia isteni alakjait vagy a természet elemeit a lámpával vagy a lámpához kapcsolódó jelenségekkel. Természetesen a vers ettől még nem kevésbé mély, mint az előző költemények, de mégis izgalmas, hogy a klasszikus formákban, tercinában és szonett formában írt vers egy akkor még igen modernnek számító tárgy képével kapcsolódik össze. Ahogy Bretan is fantáziát látott, a könnyed, csalfa, villózó fénysugár zenei ábrázolásának lehetőségében. Vagyis most következik Nikolaje Bretan, a Vén cigány, Vörös Márti Mihály versére, előadja Porkoláb Martin. Kadosa Pál, Ej, haj, ne szomorkodj, Arany János versére, előadja Kis Benedek Győző. És Nikolaje Bretan, Lámpafény, Kosztolányi Dezső versére, előadja Tóth Mónika, zongorán közreműködik Nagy Orsolya. Húzd zenék se,
békét a Úrnak, lesz még egyszer ünnep a világon, majd ha elfárad a vész haragja, s a mi száj elvérzik a csatákon.
következő blokkban a költészet és zene újabb határterületéhez érkezünk. Fentebb már volt templomi gyülekezeti ének, diákdal, bordal, nóta, most pedig sanzonokat fogunk hallani. Ebben a blokkban Ady Endre két verse fogja közre, Csinszka, vagyis Bonca Berta egy versét. Nikolája Breton és Reinitz Béla megzenésítései pedig hülyen idézik meg a századelő divattá lett sanzon irodalmát. A francia módi, különösen találó Ady Endre Párizsban járt az ősz című verse esetén. A koncert elején felcsendülő Babits vershez képest milyen más léptéket tulajdonít verseinek a versbeli költő ebben a műben. Ballaktam éppen a Szajna felé, s égtek lelkenkben kis rőzsedalok, füstösek, furcsák, búsak, bíborak. Hatalmas lánggal égő, mindenható versek helyett kis rőzsedalok égnek a költő szívében, melyek füstösek, furcsák, búsak, bíborak. A szerző játszadozik a szavakkal, miközben mégiscsak valami nagy dologról van szó a versben, a halálról. Bonca Berta, azaz Csinszka Csucsai kert című versének csak bizonyos sorait fűzte össze és zenésítette meg Nikolája Breton vidám, felszabadultságot sugalló dalában. Csinszka versében egy egész parkot vagy arborétumot látunk. Az egyes fatípusok persze mind-mind saját jelentéssel, hangulattal bírnak. Hűvös fenyők, szomorú fűzek, ideges, rezgő ezüstnyárfák, izmos tölgyek. Mennyi mindent ki lehet fejezni a fákkal, és Breton is ezeket az örökké nyugodt és álhatatos teremtményeket írta bele kifejező dallamíveibe. Karinti Frigyes az Így írtok tiben kifigurázta Adit, amiatt, hogy mindent kétszer mond. Ám az Őrizem a szemed című versben az ismétlés nagyon is fontos eljárás. A vers egy ellentétre épül. Az első versszak nyugodt, kiegyensúlyozott, népiesen egyszerű ritmusát, a második versszak kusza, csapongó, vad verselése szakítja meg. A harmadik versszak teljesen megismétli az elsőt, de ekkor már egészen másként olvassuk. A vihar utáni megnyugvásként, megállapodásként, a vihar elcsendesedéseként. Reinitz Béla feldolgozásában ezt úgy oldja meg, hogy a visszatérés másik hangnembe kerül, G-durból E-durba. Mennyire más világ a fénylő E-dur. Hallgassuk meg tehát, Nikolája Breton Párizsban járt az ősz, Ady Endre versére, előadja Szabó Roland. Nikolája Breton a Csucsai kert, Bonca Berta, azaz Csinszka versére, előadja Csicsics Kata. És Reinitz Béla Őrizem a szemed, szintén Ady Endre versére, előadja Schmidt Eszter. Zongorán közreműködik Zsbán Máté.
Közel maradunk a sanzonok és operettek világához. Fekete Gyula Karafiát Orsolya verseire írt dalai a kuplé és a kabaré műfajához tartoznak. És egyben elérkeztünk a kortárs magyar költészethez is. Karafiát Orsolya a mai magyar költészet jelentős alakja. Fekete Gyula Kabaré dalok című ciklusában 6 versét dolgozza föl, ebből most 3-at hallgathatunk meg. A kiválasztott 3 dalban 3 különböző nő alakkal találkozunk. Egy szende kislánnyal, egy vágyakozó szerelmessel és egy már elkelt nővel. A versek és dalok persze a kuplék szokásos iróniájával és gúnyos megjegyzéseivel vannak fűszerezve. A második dal vágyakozó szerelmese folyton számon kéri a férfit. No, de a dal így indul. Kristóf, ma ön a végzetem. Ma, ezek szerint az a bizonyos végzet naponta változik. A harmadik vers, mely eredetileg szonett formában íródott, a fecske szó kétértelműségét aknázza ki. Ugye a madár és a szár nélküli fürdőnadrág. A házasságba talán mondhatom, hogy belefáradó, beleunó férj, Dezső, mindenfelé kacsingat az utcán. A hasonló hőfokon lángoló feleség kicsinyes bosszút áll Dezsőn. Az egy fecske nem csinál nyarat közmondás, így egészen új jelentést nyer. Következzen tehát 3 tétel Fekete Gyula Kabaré dalok című Karafiát Orsolya verseire írt ciklusából. Lábnyomokból lábnyomokba előadja Schmid Eszter, Kristóf, Kristóf előadja Kis Dea, egy fecske előadja Majercsiki Júlia. Zongorán közreműködik Vadászi Domonkos.
dal egy fecskéről szól. Kodály Zoltán és Vörös Sándor barátságából két kórusmű maradt az utókorra. Egyrészt az Öregek című nagyszabású vegyeskari alkotás, másrészt a Norvég leányok című szintén vegyeskarra írt mű. Már a versek megírására is hatással volt Kodály, állítólag utólag változtatásokat is javasolt a szövegem. A Norvég leányokat Vörös a 30-as években tett észak-európai utazása után írta, Kodály pedig Norvégia német megszállásakor 1940-ben komponálta a kórusművet. Érdekes, hogy Vörös, amint megírta a verset, elküldte azt Kodálynak, mint megzenésítésre alkalmas szöveget. A mű tájleírásszerű. Látjuk magunk előtt a hegyeket, a tengert, a kikötőt. Vörös alliterációi szóképei szinte elénk idézik a páradús levegőt, a csillanó napfényt, a terjengő illatokat, pontosabban a halszagú szelet a vers szerint. Kodály pedig a madrigalizmus technikájával él, vagyis ugyanezeket a benyomásokat zenei eszközökkel jeleníti meg, különösen jól felismerhetők az esőt imitáló részek. A Vörös vers után két József Attila verset hallhatunk, egyet Orbán György, egyet pedig Vedres Csaba feldolgozásában. József Attila Medáliák című ciklusa 12 rövid szöveget tartalmaz. Az első medáliában a beszélő egy elefánt, amely az égi és földi világ közti közvetítőként jelenik meg. Bölcs, jámbor és szerény teremtés. Kapcsolatban van az istenekkel, amit nap és hold, és a föld lényeivel is, sőt egyfajta segítő funkciója van. De amikor lelke egy emberbe költözik, elveszti kapcsolatát az égi, mennyei világgal, ugyanakkor saját földi léte is csak nyűg lesz számára.
Az ember itt önző, füleivel önmagát legyezi, de épp ezért magányos is. A rövid, tömör és keserédes hangulatú verset Orbán György hasonlóan groteszk és gúnyos zenével látta el. József Attila, Kész a leltár című verse sok műfajt és szerzőt megidéz. Számvető vers, és így számot vett az irodalom különböző hagyományaival is. Gondolhatunk egyfajta memoára, vagy kurikulum vitére, azaz önéletrajzra. Sokan össze is olvassák József Attila kurikulum vitéjével. De ott vannak a haláltáncok, amikor a sír szélén álló csontváz elmondja, ki is ő, mi történt vele az életében. Itt a magyar irodalomból eszünkbe juthat Arany János Hídavatás című balladája, vagy Vörös Sándor haláltánca. De József Attila verse elutasítja a dicső halált is. Nem dicső harcban, nem szelíd kötélen, de ágyban végzem, néha ezt remélem, írja. Ezek Petőfi soraival vitatkoznak. Egy gondolat bánt engemet, ágyban párnák közt halni meg. De mégis a legfontosabb hagyományt a vers felütése jelzi. Magamban bíztam elejétől fogva. Ez a 90. Zsoltár kezdősorát forgatja ki, mely így szól Szenci Molnár Albert fordításában. Te benned bíztunk elejétől fogva. És amely a reformáció himnuszává lett az évszázadok során. Ezt a műfaji előzményt emeli ki Vedres Csaba is, korálszerű, zsoltározó kórus feldolgozásában. Tehát következik Kodály Zoltán Norvég leányok, Vörös Sándor versére, Orbán György Elefánt voltam, József Attila versére, és Vedres Csaba Kész a leltár, szintén József Attila versére. Előadja a Fermát a vegyeskar, vezényel Szatmári Benedek, Zsbán Máté és Szép Adrián József. So
Nem is kerül sokba ez az el.
A hangverseny utolsó szakaszához érkeztünk. Még három vers és három kórus mű hangzik el. Radnóti Miklós Bájóló című verse, mint a címe is mutatja, varázsvers, ráolvasás, bűvölő, igéző, mágia, rontás, varázsige. Már megint varázslatnál és földön túli erőknél járunk. Eddig is sok szó volt költészet és teológia kapcsolatáról. A szavak és a képzelet mindenre képes, és a bájolóban is összekapcsolódik természet és emberi világ, föld és menny. A rövid vers végén a szerelmesek szívét a kint záporozó eső mossa össze, vagyis eltűnik kint és bent, megszűnik az ember és a világ, vagy az én és a te közti határvonal. A vers egyenletesen rohanó lüktetése, ismétlései,
tökéletes időmértéke, de mégis primitív ritmusa egyszerre teszik gyerekesen egyszerűvé és archaikusan ősivé a verset. Barabás Árpád Madrigálok Kányádi Sándor verseire című ciklusa 8 kányádi verset dolgoz föl, ennek az első darabja az Előhang. Kányádi Sándor versében megint csak a kint és bent felcserélhetősége jelenik meg, a líra ilyen benső világa felcserélődik a tájjal, a természettel. De ez érthető az emlékezés folyamataként is. Az emlékezés képes megőrizni a látott tájakat, és maga a vers az, amely ezt képes szavakkal újraalkotni. Tehát egyrészt vannak tájak, amelyek boldoggá teszik a líraiént, de ez a táj valójában a vers, és a vers, pontosabban a költészet az, amely édessé változtatja a keserűt. A hangverseny záró darabja Daróczi Bárdos Tamás Madáretető című kórusműve, melyet Lackfi János Lacibát című vers alapján írt, de szövege részben el is tér Lackfi János önállóan is létező versétől. A versben egy egyszerű történetet hallhatunk. Egy idős bácsi, Laci bácsi, esténként elhozza a boltból a maradék száraz kenyeret, amivel a galambokat eteti a téren. A galambok nem túl hálásak, ugyanis valamiféle barátságos viszonzás helyett lecsinálják Laci bácsi kabátját. De a versben mégsem marad el a mesei jóvátétel, vagyis a jótett helyébe jót várj. A vers végén Laci bácsit a madarak elrepítik. A galambok tulajdonképpen az angyalok feladatát látják el, és a jámbor Laci bácsi általuk végül is a mennybe jut. Valamiféle gyermeki mesei befejezést ad a versnek az, hogy a folyton a galambokkal foglalkozó Laci bácsi végül is elrepül velük, mintha ő maga is madárrá válna. A hangverseny utolsó szakaszában tehát hallgassák meg Udvardi László Bájoló című művét Radnóti Miklós versére, Barabás Árpád Madrigálok Kányádi Sándor verseire című ciklusából az Előhangot, és Daróczi Bárdos Tamás Madáretető című művét, mely Lackfi János versére íródott. Előadja a Fermáta vegyes kar. Vezényel Szatmári Benedek és Zsbán Máté, én pedig búcsúzom a kedves közönségtől, és a Fermáta vegyes kar nevében is további szép estét kívánok mindenkinek. Köszönöm. Köszönöm, hogy megtaláltad!
Laci bácsi, fura bácsi, te benéz a boltról, de csak este leereszte van a boltról olyan. 10 kiló kenyeret száraz a töreget, viszel az öreget, felé a zsár. 10 kiló kenyeret száraz a töreget, viszel az öreget, felé a zsár. La 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 la. La 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 la